Március 15. Városi ünnepség a 48-as emlékműnél. Agrárfórum számot vetettek az elmúlt évek munkájáról. Választás. Kövér László volt a Fidesz fórumának vendége. Önkormányzati ülés. Tájház kialakítására pályáznak. Az adó 1%-a kerüljön helyi civil szervezetekhez. A stúdió vendége Nagy László, a Kertbarátkör elnöke. Harc a menstruációs szegénység ellen. Felvilágosító kampányt indított a Kisbocs Egyesület. Köszöntöm nézőinket, Önök a Városi Televízió magazin műsorát, a Heti Krónikát látják. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójáról koszorúzással és ünnepi műsorral emlékeztek meg Füzesabonyban a Szabadságúti 48-as emlékműnél. Március 15-én a 48-as emlékműnél gyűltek össze a füzesabonyiak, hogy együtt emlékezzenek meg és ünnepeljék meg a 174 évvel ezelőtt kitört forradalom és szabadságharc eseményeit. Dezsőfi Ariszti. Kívánjuk a sajtó szabadságát, a cenzúra eltörlését. Kis Ernő. Felelős minisztériumot Budán és Pesten. Lázár Vilmos. Évenkinti országgyűlés Pesten. Svejdel József. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben. Pöltenberg Ernő. Nemzeti őrsereg. Török Ignác. Közös teherviselés. Láner György. Úrbéri viszonyok megszüntetése. Knézics Károly. Esküdszék, képviselet egyenlőség alapján. Nagy Sándor József. Nemzeti Bank. Gróf Leiningen Westerburg Károly. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlük. Aulich Lajos. A politikai státuszfoglyok szabadon bocsátassanak. Damjanics János. Unió Erdélyel. Tisztelt ünneplő közönség, hölgyeim és uraim! Füzesabony város vezetése nevében köszöntöm Önöket március ígusán városi ünnepségünkön. Vértanúk, követelések, emblematikus jelszavak hangoztak el megemlékezésünk felütéseként, amelyek jelentősek nemzetünk életében. Meg annyi mérföldkő, cölöp, biztos támpont, amibe belekapaszkodhatunk, amelyből érezhetjük, tudhatjuk, honnan jöttünk, hová tartozunk, és talán azt is, hogy hová tartunk. Ezen gondolatok jegyében fölkérem Veres Pétert, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökét, önkormányzati képviselőt, tartsa meg ünnepi beszédét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves ünneplők! Az 1848. március 15-i forradalom emléknapja talán a legszebb nemzeti ünnepünk. Egyszer érezhetjük győztesnek magunkat a forradalommal, és érezhetünk büszke keserűséget a dicsőségesen elbukott szabadságharc miatt. Benne van a magyar történelem hőseinek méltósága és kudarcaink szomorúsága. Ünnepeinkben ritkán jár ez így együtt, pedig történelmünk nem kudarcok sorozata vagy győzelmek panteonja, hanem mindkettő együtt. Elbukott hőseinkre ugyanúgy büszkének kell lennünk, mint győzteseinkre.
Március 15-én ugyanis nem csak a forradalomra és a szabadságharcra emlékezünk, hanem arra is, hogy ezen a napon született meg a modern, parlamentáris Magyarország. A forradalom győzelmének köszönhetően március 17-én megalakult a Batthyány kormány. Az utolsó rendi országgyűlés által elfogadott áprilisi törvényeket 5. Ferdinánd király április 11-én szentesítette. Ez fordulópontot jelentett a magyar történelemben, az áprilisi törvények alapján Magyarország csaknem független, parlamentáris ország lett. A törvények biztosították a polgári fejlődést, a felzárkózás lehetőségét a nyugathoz. Ez hatalmas jelentőségű változás volt Magyarország történetében. Olyan változás, amelynek elfolytásáért és védelméért is több tízezer ember áldozta életét, és végül egy másik birodalom közbeavatkozására volt szükség ahhoz, hogy a szabadságharcot le tudják verni. Természetesen is talán mindenképpen jó dolog lett volna, ha március 15-én kipattant Szikra lángja elpusztítja az akkor ismert Habsburg birodalmat, és a területén élő sokféle nemzetiség önrendelkezéshez jut. 1848. március 15-én még minden lendületes és reményteli volt. Ahogy Jókai Mór írta, aki maga is részese volt az eseményeknek. Felvirradt. Március 15-e volt, 1848. Tizedik évfordulója annak a nagy katasztrófának, melyel a korszellem óriási keze a régi Budapestet a földszínéről eltörölte a jeges árvízzel, hogy helyet csináljon az újan emelkedő dicső főváros számára. Másodszor követelte a korszellem azt a csodát, mely eltörölje a régi korhat Magyarországot, és alapot teremtsen az új, az Európában számot vető szabad Magyarországnak. Eufórikus napok és hetek lehettek ezek Magyarországon. A bécsi forradalom is segített benne, hogy a követelések, ha egyelőre csak ideiglenesen is, de valósággá váljanak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A Batthyány kormány közlekedési minisztere írta. Tiszteld a múltat, hogy értesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn. Széchenyi István szavai rávilágítanak arra, hogy a múlt emlékeinek ápolása nem csupán sokszor hallott szólamok, vagy jól ismert történetek ismétlődéséből áll. A tények természetesen többnyire nem változnak, bár a történelemben azért gyakran felmerülnek új bizonyítékok, de anélkül is tartozunk annyival azoknak az embereknek, akik küzdöttek, és sokszor meg is haltak a hazáért, hogy nem élettelen bábokként tekintünk rájuk, hanem húsvér emberként, mert áldozataikat és eredményeiket így tudjuk igazán értékelni. Ha szoborként, hibátlan hősökként vagy akár gonosztevőként tekintünk rájuk, nagy valószínűséggel tévedünk. És nem értjük meg eléggé, hogy ugyanúgy emberek voltak, mint mi, ugyanúgy küzdöttek a mindennapokban, mégis amikor szükség volt rá, kiemelkedtek, és megtették azt, amiről úgy érezték, a haza elvárt tőlük. De amellett, hogy nekik is tartozunk a valódi figyelemmel, az események újra és újra értelmezésével, a tájékozódás elsősorban a mi javunkat szolgálja. Ha megértjük azokat a tetteket, ha jobban megértjük a motivációkat, ha az erények mellett a hibákat is észrevesszük, és a hibák mellett az erényeket is, akkor világosabb lesz számunkra az is, hogyan kell most élnünk, mit tehetünk hazánkért, szűkebb hazánkért, a településünkért, Füzesabonyért, ahol élünk. A jövő a múltnál van zárokban, és ahhoz, hogy tehessünk azért, hogy szebb és jobb legyen, hogy évtizedek múlva mi, vagy akár a következő generációk egy boldogabb Magyarországon élhessenek, ahhoz valamilyen szinten értenünk kell a történelmünket. Értenünk kell az 1848-49-es eseményeket minden szépségükkel és minden borzalmukkal együtt. Bevallom, ez nem könnyű feladat, de azt javaslom mindannyiuknak, hogy olvassanak erről könyveket, hallgassanak rádiók, nézzenek filmeket, tévéműsorokat, nem csak ezekben a napokban, de ilyenkor különösen. Ünnepeljük így március 15-ét. Tiszteljük a múltat, értsük a jelent, és egyre mélyebb tudásunk segítségével munkálkodjunk közösen a jövőn. Ahol álmomban jártam, Magyarország, ahol az arcodban láttam a magam arcát, az ölelésben bőség, a
az igaz ügyben hűség voltál. Én ezt az arcot már őrzöm Magyarország, hiszek az álmomban egy életen át. Magyarország, te vagy a szívembe írva, Magyarország. Te vagy a lelkemre bízva, Magyarország. Hát te vezess most engem, és amit meg kell tennem, segítsd. Legyél a holnapban rejlő bizonyosság, én csak az életem bízom rád. Van egy ország, ahol álmomban jártam, Magyarország, ahol az arcodban láttam a magam arcát. Gyere és egyszer végleg, amikor új nap ébred, te várj. Gyere és bújj hozzám újra, Magyarország, én ezer év óta várlak már. Magyarország, idegen földön, ha járok, Magyarország, velem az út is megfordul haza hozzád. Velem az ősök kérnek, engedd, hogy benned éljek tovább, ahogyan ők élnek benned. Magyarország, milliók áldása szálljon rád. Legyél a holnapban rejlő bizonyosság, én csak az életem bízom rád. Legyél a holnapban rejlő bizonyosság, milliók áldása szálljon rám. Az ünnepség végén koszorút helyezett el az emlékműnél az önkormányzat, az intézmények, a pártok és a civil szervezetek. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége fórumot tartott szerda délután Füzesabonyban a térség agrárgazdálkodóinak. A rendezvény előtt sajtótájékoztatón ismertették a mezőgazdaságban az elmúlt években elért eredményeket, valamint a jövő kihívásait. Szendrei László, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves megyei elnöke köszöntőjében beszámolt az elmúlt 4 év munkájáról. Az elért eredményeket tekintve 3 dolgot emelt ki. A Magyarok Kenyere akciót, amely során 2021-ben 33 tonna búzát és 1 millió forintot adományoztak a Heves megyei gazdák. A jégkármentesítő rendszer üzemeltetését, valamint a megyei agrárbéke megőrzését. Dr. Pajtó Gábor, a Fidesz Heves megye egyes számú választókerületének elnöke beszédében kiemelte, a kormány az elmúlt 12 év alatt kiállt a magyar gazdák érdekeiért, itthon és külföldön is. Én úgy gondolom, itt a kampányidőszak végén nyugodtan megfogalmazhatom, hogy biztos vagyok abban, hogy az agráriumban is az állandóság és a stabilitás talán ma az, ami a legfontosabb, hiszen az elmúlt 12 év kormányzása, kormányzati politikája, az világossá tette, hogy a vidék felemelkedése az, ami az elsődleges kormányzati cél, és ennek szerves része a magyar agrárium és a magyar élelmiszeriparnak a talpraállítása, megerősítése, és tulajdonképpen olyanná tétele, hogy Magyarországnak egyik legfontosabb exportcikke legyen újra, illetőleg már az is az agráripari termékek, és független, más országoktól független,
élelmiszeriparral rendelkezzen, ami nyilvánvaló egy stratégiai kérdés az ország szempontjából. Pap Zsolt a szaktárca helyettes államtitkára szerint fontos a közvetlen kapcsolattartás a gazdákkal, mivel a kormány kiemelt célja a mezőgazdaság és a vidék fejlesztése. Magyarország kormányának kiemelt célja a magyar mezőgazdaság, a vidéki térség, a vidéki közösségeknek a megerősítése, és ehhez nyújtotta azt a fejlesztési lehetőséget, mint amit kormány megbízott úr, képviselő jelölt úr is említett, 80%-os társfinanszírozással megerősíteni a gazdaságot, hogy a 2023-tól induló közös agrárpolitikában már egy jó talp és startpontról elinduló mezőgazdaság, élelmiszeripar, ha részletesebben megbontjuk, akkor egy komoly kertészettel, egy állattenyésztéssel, ahol már jelen van a digitalizáció, ahol számos technológiai megújuláson keresztül ment ágazatok tudnak versenyképesen, hatékonyan szolgálatára lenni annak, hogy közösen képezzünk egy új élelmiszeripari stratégiát. Ezt a célt tűzte maga elé az Agrárkormányzat, Magyarország kormánya, ehhez rendelte hozzá azt a történelmi mértékű forrást, ami lehetőséget biztosít minden ágazat számára a különböző fejlesztésekre. Jakab István, az országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy a kormány eddig a jogi lehetőségek és az uniós szabályok szerint a maximális támogatást biztosította az ágazat szereplőinek. Rendkívüli helyzetben vagyunk, és pontosan ezért duplán nehéz úgy dolgozni, úgy szervezni, hogy a forrásokat okosan, jól, racionálisan, a jövő építése szempontjából úgy költsük el, hogy ez a hatékonyság erősödését szolgálja, ez az erőforrások maximális kihasználását segítse, ez a vidéki emberek életminőségének a javulását szolgálja. Ez egy nagyon kemény, nagyon komplex feladat. Háború van a szomszédban. Háború van a szomszédban, ami energia árrobbanást okozott, a gabona árrobbanást okozott, és még számtalan más területen nagyon komoly nemzetközi szinten, nem Magyarország esetében csupán, hanem európai, illetve nemzetközi kereskedelemben, nemzetközi pénzvilágban is. Éppen ezért ezek a fórumok lehetőséget teremtenek arra, hogy egyrészt elmondjuk, hogy mi a rendelkezésre álló forrásokat, milyen formában, milyen módon az Európai Uniós előírásoknak megfelelően hogyan tudjuk felhasználni. Bemutassuk, hogy Magyarország az határidőre elkészített és benyújtott nemzeti stratégiai fejlesztési tervét hogyan kívánjuk megvalósítani, érzékeltetjük a gazdákkal, hogy milyen változtatásokat kell majd a gazdálkodásban tenni ahhoz, hogy a maximális mértékű támogatást minden gazda igénybe tudja venni, és kiemelten bemutatjuk, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a tanácsadók és a MAGOSZ szervezetei hogyan tudnak abban segíteni, hogy az utolsó eurócentet is igénybe tudjuk venni. A város képviselő testülete múlt csütörtökön tartotta rendkívüli ülését, melyen 5 napirendi pontot tárgyaltak meg a jelenlévők. A tiszteletem, köszöntöm képviselőtársaimat, és a mai ülésen megjelentetek. Mindenkinek köszönöm, hogy ilyen gyorsan rendelkezésre tudott állni, és megjelentem a rendkívüli ülésen. Köszöntöm különösebb a lakosságát a Városi Televízión keresztül. Nagycsaba polgármester úr is igazoltam van távolatunk, hát a képviselőtársam, mert ezt egy picit késni fog a mai ülésről. Megállapítom, hogy a képviselőtestület tagjai hétfővel megjelentek, és az ülést határozott képesség nyilvánítom és megnyitom. Aztán a szendeltődésre alapján került összehívása a mai rendkívüli ülés, melynek anyagát írásban, elektronikus úton minden képviselő társamnak megküldtünk. A harmadik napirendi pont az időrövidsége miatt az ülés előtt került kiosztásra, valamint annyi rövid tájékoztató, hogy az 1-es, a 4-es napirendi nyilvános ülés lesz, az 5-ös napirendi pontot zárt ülésnél kerül megtárgyalásra. Felteszem szavazásra a napirendeket, aki ezzel egyetért kész benyújtásra jelezze. Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal elfogadásra került, és akkor rá is térnék a napirendekre. Első napirendi pontjavaslat, a
Tisza Tarda Rima Bente Fejlesztési Közhasznú Egyesület által kiírt Helyi Fejlesztések Támogatása című VP 619/2020 felhívása új pályázat benyújtására. Az előterjesztő polgármester úr lenne, egy rövid tájékoztatót tartanék róla. Ugye itt az minden képviselőtársam tudja, hogy februárban már egy pályázatot nyújtott be a Tisza Tarda Rima Bente Fejlesztési Közhasznú Egyesület, ez az önkormányzat, tájház kialakítására. Ez a tájház ugye abban a pályázatban Szent János 16 szám alatt ingatlanról szólt volna, és közben ugye az önkormányzat megvásárolta a Mátyás király 73 szám alatti ingatlan, közben akkor 8 éve is volt a tagok száma. Tehát a Mátyás király 73 szám alatti ingatlan megvásárolta, és ugye itt a pályázatban ugye helyszínmódosítást szeretett volna az önkormányzat véghez vinni, de ezt ugye a beadott pályázat nem engedte, ezért azt a pályázatot, amit februárban benyújtottunk, vissza kellett vonni, és egy új pályázat kerülne most kiírása. A támogatásnak az összege ugye nem változik, bruttó 4 millió forint, a támogatási intenzitása 90%, szintén tárház kialakításáról szólna. A pályázatot április 2022. április 7-ig kell ugye beadni, és minél gyorsabban már a forrás, nehogy kimerüljön, és remélhetőleg még a pályázatot be tudjuk adni. A projekt megvalósulási helyszíne a Mátyás király 73 szám alatti ingatlan, és a projekt teljes összköltsége 4.536.400 forint bruttóba, amihez 536.400 forint önelő biztosít az önkormányzat a saját forrásból. A műszaki tartalom az előzőkhöz képest, kérdezem, hogy Dr. Barok Szívet, azt a tervező módosított rajta, hogy másról szól a műszaki tartalomról, mert az előző pályázatnál tetőn felújítás volt, ugye a projekt arról szólt. Igen, de most kizárólag csak a belső felújításokra nyújtjuk be a pályázatot, mert a negyedik napi rendnél lesz a népi építészeti programra benyújtott pályázatunknak a megtárgyalása, és ott abban a projektben a külső felújításokra lehet pályázni, és ezért a két pályázatot most összhangba kell hoznunk. Tehát ez a pályázat csak a belső felújításokat tartalmazza. Jó, köszönöm szépen a kiegészítését, ennyi változás, de összintem, hogy nem változnak, hogy a helyszín változnak. Én röviden egy szerettem volna kérdezni, hogy ezzel kapcsolatban a képviselőtársaságnak bármilyen észrevétele van-e? Amennyiben nincs, akkor szavazást teszem föl, aki ezzel egyetért, kérem készfelújítással jelezze. Megállapítom, hogy most igen szavazatra elfogadásra került. Második napirendi javaslat, Füzesabony, Zöldváros, Belvárosi területek rehabilitációja, top 2.1.2 projekt megvalósítása, költségvetési irányt igény benyújtására. Mielőtt átadnám a szót Smetszin Dr. Barok Szilviának, csak egy az előterjesztő szintű polgármester lenne, röviden arról lenne szó, hogy a Zöldváros projekt kapcsán több olyan munka és munkaigény is adódott, mint gondolok a előregedett közművekre, tűzcsapokra, nem tisztítható átereszekre, parkolókra, amik ugye a projektben nem voltak ugye betervezve, ez mind ugye a munkák, mostani folyó munkák alatt szembesült vele az önkormányzat, és a pályázat megengedi, hogy a Magyar Államkincstárhoz költségnövekményt nyújtson be az önkormányzat. Röviden erről szólna a napirendet, átadnám a szót, és megfelelően többé. Tulajdonképpen elmondhat a polgármester úr a lényegét az előterjesztésnek, ami fontos, hogy ezek a munkák előre nem voltak láthatóak a tervezésnek az időszakában, tehát mind a mélyépítési munkákhoz kapcsolódnak, és ezért élhetünk a pótmunka rendelésnek a lehetőségével, és a költségnövekmény iránti igényünk 145.166.925 forint, amire benyújtja a pályázatát az önkormányzat. Jó. Kérdezem a képviselőtársadat, ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel van. Amennyiben nincs szavazást, teszem fel a kérdezet egyetért, kérem a viszonyítása jelezze. Ellenőrizni tartózkodás, akkor egy tartózkodás, és
Harmadik napirány javaslat. Település rendezési terv módosítási folyamatának elindítására és kiemelt fejlesztési területi nyilvánítások M13 jelenti közösségek a foglalt terület érintően. A képviselőtestület korábban döntött arról, hogy az úgynevezett déli iparterületen, kint a Pápanyék utáni rész vonatkozásában megvásárol egy ingatlant, egy fél hektáros ingatlant, és ezt az ingatlant szeretnénk közművesíteni, illetőleg azt a déli iparterületet a szennyvízzel ellátni. És ez csak olyan formában lehetséges, hogyha az a terület iparterületi besorolást, övezeti besorolást kap. Ezért szükséges a rendezési tervünket módosítani, és azt a részt ott GIP, tehát egyéb ipari övezetben átsorolni. Először az előterjesztés, és ehhez kérjük a képviselőtestületnek a határozatát, a döntését, illetőleg a határozati javaslat tartalmazza azt is, hogy ennek a költségében az önkormányzat saját költségvetéséből biztosítja. Köszönöm szépen, hogy egészítés kérdésre ezzel kapcsolatban észrevétel kérdés van. Ha mennyire egy szavazást teszem fel, aki ezzel egyedül kérdésben nyitán sem jelezzem. Négyes napirend javaslat. Tehát rászolgatjuk, hogy a népi építési program felhívása pályázat benyújtására. Mint is már fogunk kerülni most kérdésre. Utalva az első napirendre, ebben a pályázatban az ingatlan külső felújításához szeretnénk majd a Teleki László Alapítvány népi építészeti programjában pályázni, és ez egy kétfordulós pályázati lehetőség. Az első fordulóban a megalapozó tanulmányok készítésének költségére nyújtjuk be a pályázatot, mert itt a statikára, az építéstörténeti kutatásra, a tervezésre lehet, tehát ezeknek a költségére lehet pályázni. Ha ez nyer, és ezek a dokumentációk, tervdokumentációk elkészülnek, akkor ennek alapján nyújthatjuk be a pályázatunkat a második fordulóra, amár már a tényleges felújítási költségekhez ad majd támogatást, és ezek a költségek, ezek a külső felújításnak a költségei lesznek majd. Várhatóan, aki az első körben támogatást nyer, az a második körben is támogatást fog kapni, és akkor most itt az első körös pályázatot nyújtanánk be a tervezési költségekhez. Erről szól az előterjesztés, és ehhez kérjük a képviselőtestületnek a döntését. Köszönöm szépen a tájékoztatást. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ezzel kapcsolatban bármilyen kérdés részvényeket van-e. Nincs, akkor szavazásra tennék fel, aki ezzel egyébként csak egy készülítés jelezze. Választási fórumra érkezett Kövér László, az országgyűlés elnöke szombaton Egerbe. A fórum kiemelt témái a közelgő országgyűlési választás és az orosz-ukrán háború voltak. Szombat délután Egerbe érkezett Kövér László, az országgyűlés elnöke, a Fidesz alapító tagja. Az Agria moziban tartott fórumon beszélt a közelgő választás tétjéről, valamint a szomszédos Ukrajnában zajló háborúról. A választással kapcsolatban elmondta, most a tét az, hogy Magyarország előre menjen, ne hátra. Ha megnézzük, hogy 2015 milyen állapotban volt ez az ország, és megnézzük azt is, hozzáteszük pontosabban, hogy kik azok, akik előidézték azt, hogy Magyarország akkor a történelmének egyik legsősebb, legmélyebb és legösszetettebb válságában volt. Megnézzük azt, hogy 10-12 év alatt mit értünk el együtt 11 millióan magyar állampolgárok. Ebben benne vannak azok is, azoknak a teljesítménye is, akik egyébként nem ránk szavaztak eddig, és talán még most sem lesznek hajlandók ránk szavazni, akkor azért látszik ebből az összevetésből, hogy van vesztenivalónk, tehát van mit megvédenünk. Nem csak a családpolitika tekintetében, nem csak az önkormányzati politika tekintetében, nem csak az agrárium teljesítő képességének a növelése tekintetében. Most a tét még ennél is nagyobb, hiszen háború zajlik a Kárpátokon túl keletre, egy szomszédos országban,
csak bízni tudunk benne, meg imádkozni érte, hogy a háború ne érje el a Kárpátok nyugati lejtőit, ne terjedjen át Kárpátaljára, és különösen ne terjedjen át egyetlen egy Európai Uniós, meg NATO tagországra sem, hiszen akkor annak beláthatatlan következményei lesznek. És hogyha ezt a helyzetet komolyan veszük, már pedig nincs okunk arra, hogy ezt ne tegyük meg, akkor akközött kell döntenünk, hogy azokra bízzuk el a következő 4 esztendőt, akik eddig is képesek voltak mindenféle válságot jól kezelni, legyen szó pénzügyi, gazdasági válság, a járvány okozta válság, vagy iszapkatasztrófa, és akik egyébként békés, higgadt, a magyarok biztonságára törekvő politikát ígérnek, vagy pedig azoknak adjuk a kezébe a sorsunkat, akik pedig felelőtlenül össze-vissza beszélnek, és gyakorlatilag a háborús úszítóknak a sorába állnak, mert nem képesek felmérni a szavaik súlyát. Magyarország feladata jelenleg a humanitárius segítség nyújtása, tette hozzá. Dr. Pajtó Gábor, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelöltje beszédében felidézte a március 15-i békemenetet, melyen Heves megyéből is sokan vettek részt, valamint szólt a kormány elmúlt 12 évének munkájáról, és a választáson való részvétel fontosságára hívta fel a figyelmet. Új sorozatot indítottunk, amelyben a helyi aktívan működő civil szervezeteket mutatjuk be. Célunk, hogy ezek az alapítványok és egyesületek minél nagyobb mértékben részesüljenek az SZIA 1%-ából. A stúdió vendége Nagy László, a Füzesabonyi Kertbarátkör Egyesület vezetője. A Füzesabonyi Kertbarát Egyesület 2011-ben kezdte meg a tevékenységét, de már 2010 év végén voltak ennek csírái, ennek a szerveződésnek. Köszöntelek a stúdióban, Laci bácsi, tegeződni fogunk a régi ismertség folytán. Honnan jött az ötlet, hogy megszervezzétek ezt az egyesületet? Köszönöm szépen a tegeződést, természetesen régóta tegeződünk már, de köszönöm szépen azt a tevékenységet is, amit a Városi Televízió tesz, annak érdekében, hogy a kertbarátkört bemutassa, és a tevékenységét a város felé megmutassa. Én köszönöm a város lakosságának is azt a lehetőséget, azokat a dolgokat, amely szerint érdeklődnek a kertbarátkör munkája iránt, és hát drukkolnak nekünk, hogy minél sikeresebb legyen a kertbarátkörnek a munkája. Hogy hogyan szerveződött ez a kertbarátkör? Hát azt mindenki tudja, azt gondolom, hogy valamikor Füzesabony mezőgazdasági település volt. Füzesabonynak volt termelőszövetkezete, és jelenleg is van, és vannak gazdálkodói, mezőgazdasági gazdálkodói is. Hát onnan jött az ötlet tulajdonképpen, de a fő motiváció az jelentette, hogy én nyugdíjba vonultam 2009. decemberébe, nem tudtam odahaza mit csinálni, és én nagyon-nagyon szerettem a közös tevékenységet, a közösködést, úgymond, és hát tagja voltam az EGRI kertbarátkörnek is. Így ezeket a dolgokat elmondtam azoknak a mostani egyesületi tagjainknak is, és hát ők is javasolták azt, hogy alakítsuk meg a Füzesabonyi kertbarátkört. Így is tettük a dolgokat. Először 12-en, utána 16-an voltunk, az első foglalkozást Oravac Péter agrármérnök tartotta a kis tanástermünkbe. Nagyon-nagyon érdekes, színvonalas előadás volt, és itt már megfogalmaztuk az alapszabályunkat is. Az alapszabályba olyan dolgokat tettünk be, hogy kertészkedj, művelődj, barátkozz, védd a természetet, és a későbbiek során már a hagyományőrzés is megfogalmazódott, valamint a gasztronómia. A foglalkozásainkat keddi napra tettük, és minden kedden voltak foglalkozásaink. Ez általában elméleti foglalkozás volt, vagy gyakorlati, tehát kinkertészkedtetek, vagy egyszerűen csak arról szólt, hogy jó volt összejönni, vagy jó összejönni? A tulajdonképpen a jó összejönni az mindenféleképpen dukált, de azt mondom, hogy ebbe volt minden. Ebbe volt elméleti foglalkozás,
A talajelőkészítéstől kezdve a betakarításig mindennel foglalkoztunk, és volt más jellegű dolog is, ami az önkéntes tevékenységünket, vagy esetleg az adományozásunkat is magával ölelte. De a későbbiek során már a gasztronómia is tulajdonképpen a nyitást jelentette más települések számára is. Falunapokon vettünk részt, és hát nem csak Füzesabony, és nem csak Füzesabony és térsége, hanem a megye határain is túl. Ezek a falunapokon mivel jelentetek meg? Tehát itt Füzesabonyban mindig lehet találni egy nagyon hangulatos sátorral, a Kertbarátok sátrával, ahol mindenféle finomságot meg lehet kóstolni. Ezekre a falunapokra is így készültetek? Vagy így készültök? Hát mindig voltak olyan jellegű kérések a polgármesterek részéről, hogy mi az, amit szeretnének esetleg ott a falunapon. De mi vallottuk, és hát mindenféleképpen jó propagandának gondoltuk, hogy az egészséges ételeket mindenféleképpen propagálni kell. És ezek az ételekkel jelentünk meg, tetszett a jelenlévőknek, és nagyon-nagyon sokan voltak a sátrainkba. Hogy a sátor mindig ilyen szép, meg jól néz ki, azt köszönhető annak, hogy igényesek vagyunk. Köszönöm szépen innen is a Kertbarátkör tagjainak, hogy nagyon-nagyon adományozóak és adakozóak, mert mindig arra törekszenek, hogy a Kertbarátkör nagyon szép és csodálatos legyen a sátra. Amíg nem ütött be a pandémia, emlékszem, ti rendszeresen részt vettetek különböző főzőversenyeken is. Ez honnan jött ez az ötlet, hogy be kellene nevezni? Vagy ez már adta magát? Hát sokszor volt olyan, hogy meghívásos alapon is volt. Tehát a Bogács, a Szihalom, az volt a kezdeményező első időszakban, és hát az egészséges ételeket tűztük ott is napirendre. A zöldségeket, a gyümölcsöket, az ivóleveket, és ezeket próbáltuk úgy összeállítani, hogy az a zsűri megfelelőképpen értékelje. Hát jöttek is a sikerek, hál' Istennek, mert jelen pillanatban is, hát 30 körül van az a serlegeknek a száma, okleveleknek a száma, ajándékoknak a száma, amit egy-egy ilyen gasztronómiai rendezvényen kaptunk. De büszke vagyok arra is, hogy a Civil Expo-n kétszer is elnyertük folyamatosan a vándorserleget. Ilyen vándorserlegünk van Szihalomról is, amely szintén az egészséges ételeknek a kínálásából adódott. Említetted az önkéntességet, ti nem csak a saját kertjeiteket tartjátok rendben, hanem ápoltatok itt a városban közterületet is, és az óvodával is felvettétek a kapcsolatot. Hát óriási öröm számunkra, és megnyugvás jelent a tagjaink számára is, amikor egy-egy helyen kertészkedünk, és befejeztük a munkát, és végignézünk azon, hogy milyen csodálatos dolgot alkottunk. És örülünk annak, hogy segítettünk. Ilyen volt a nyugdíjasoknál, a régi nyugdíjas klubnál, amikor 100 darab cserjét ültettünk el, de ott talán az udvarnak a rendbetétele is szerepelt, mert vörös téglától kezdve minden olyan építőanyag volt az udvaron, és azokat össze kellett raknunk, el kellett hordanunk, és hát megcsináltuk. A későbbiek során a Széchenyi Általános Iskolába világos ágyásokat alakítottunk ki padlókból. A padlók jelenleg is megvannak a templomnál, az iskola udvaron, és ott pedig virágosítást csináltunk közösen a gyerekekkel. Óriási öröm volt a gyerekeknek, és nekünk is,
ahogyan csinálták ezeket a dolgokat. A padlók azokat Veres Kálmán kertbarátköri tagunk csinálta meg, és hát úgy gondolom, hogy ezzel jelentős értéket is teremtett. A későbbiek során felvettük a kapcsolatot a Pöttönke Oldával, akikkel jelenleg is ápoljuk ezt a csodálatos kapcsolatot. Mintakertet alakítottunk ki, ott almafáktól kezdve különböző fákat metszünk, rendbe tesszük az udvart, felássuk, felszántjuk, utána rotáljuk, elgerebjézzük és levágjuk a füvet, összeszedjük a gazokat és a piszkokat. De a Pöttönke óvodával másfajta kapcsolatot is ápolunk, gyakran kapunk meghívásokat a különböző rendezvényeikre, és a gyerekek nagyon szeretik, hogyha mi ott vagyunk velük együtt. Sőt, különböző ilyen virágokat is gyakoroltak, illetve készítettek az öcsém Nagy Gyula, mesterszakács, és hát kompozíciókat alkotott, méghozzá olyan vonatkozásban, ugye, hogy a hagymaszár, aztán répalevél, hagymalevélből különböző virágos kompozíciókat, és a gyerekek nagyon-nagyon szerették ezt, és volt köztük egy-két ügyes gyerek, aki meg is csinálta ezeket a virágokat. Véget ért a pandémia, és itt a tavasz, a kerti munkák ideje. Mit terveztek erre az évre? Hát erre az évre is tulajdonképpen a Pöttönke oldalba már nézegetjük, mert már a télen felszántottuk a kertet, és nagyon jónak tűnik, most puhának tűnik, de föl kell, hogy rotáljuk. Ott is metszéseket kell csinálnunk, és hát utána pedig most pedig örülünk annak, hogy a Zöldváros programja is létrejöhetett, mert ezzel bízunk abba, hogy egy-egy kis területet mi is kaphatunk majd, abból parkosítás gyanánt. Az Egyesület miből finanszírozza magát? Tehát a tagoknak a tagdíjak, pályázatok? Igen. Hát nem könnyű a helyzetünk, de azt mondom, hogy mint ahogy kérdezted is, hogy ugye gasztronómiai rendezvényekre, falusi rendezvényekre járunk, hát ugye azon kívül ugye parkokat gondozunk, hát oda gépek kellettek, különböző edények kellettek, hőtárolós edények kellettek. És ezeket hát először talán 1%-ból, de az annyira minimális dolog volt, hogy pályáznunk kellett a NEA felé, és hát a tagdíjankat sem szerettük volna terhelni a kertbarátokat, tagdíjak vonatkozásában sem szerettük volna terhelni a kertbarátkör tagjainkat. Minimális 2000 forintos éves tagdíjunk van ebből. Ennek a beszélgetésnek nem titkolt célja, hogy azokat az aktív civil szervezeteket segítsük, vagy is bemutassuk, akik itt egyfajta társadalmi közéleti szerepvállalást végeznek Füzesabonyba. Az 1%-ból mennyi szokott nektek összejönni? Hát 250-300 ezer forint között. Hát én arra biztatom a nézőket, hogy támogassák adójuk 1%-ával a helyi kertbarátokat. Köszönöm, Laci bácsi, hogy eljöttél a stúdióba, és további sok sikert kívánok a munkátokhoz. Köszönöm szépen a gratulációt, és köszönöm szépen a Városi Televíziónak ezt a riportot, és bízom benne, hogy a továbbiakban is együtt tudunk majd működni. A város lakosságával is. A menstruációs szegénység visszaszorításáért és az arra való figyelemfelhívásért indított klubfoglalkozásokat a Kisbocs Baba Mama Közhasznú Egyesület. Szeretnék, a téma nem lenne tabu többé, valamint kedvezményes áron juthatnának hozzá az egészségügyi termékekhez a nők.
A Kisbocs Babamama Közhasznú Egyesület ismét egy nemes ügyet tűzött a zászlajára, a menstruációs szegénység csökkentését és erre való figyelem felhívást. Ezzel kapcsolatban köszöntöm a stúdióban Galjasné Dósa Katalint, az Egyesület elnökét. Én is köszöntelek titeket. Szerintem kezdjük azzal, hogy tisztázzuk a fogalmat. Mi is pontosan ez a menstruációs szegénység? Hát a menstruációs szegénységről Magyarországon még nem született tanulmány, úgyhogy ezt a nagy feladatot vállaltuk föl, hogy majd a női klub végén egy összegzést írunk. Először Angliában írtak erről tanulmányt. Legfőképpen azzal azonosították, amikor nincs az embernek pénze például megvásárolni a betétet, a tampont, illetve olyan alternatív eszközöket használnak, amelyel próbálják ezeket a nehéz napokat megoldani. Tehát a menstruációs szegénység az, amikor effektíven nincsenek olyan eszközök, amikkel ezt a nehéz napokat meg tudják oldani a nők. Hogyan próbáljátok erre felhívni a figyelmet itt a szűkebb térségünkben? Igen. A célunk az, hogy a Füzesabonyi járás településein egy női klub formájában próbáljuk a menstruációs szegénységre felhívni egyrészt a figyelmet, illetve beszélni erről a tabu témáról, mert az a tapasztalatunk már a jó tündéri szolgálatunk kapcsán még régebbről, hogy ez a téma, ez a probléma, ez nagyon aktuális a hátrányos helyzetű nők életében, és nagyon sok komplexitással bír, ezért úgy gondoltuk, hogy egy női klub keretén belül összehívjuk a hölgyeket, beszélgetünk erről a témáról, felvetjük azokat a problémákat, amik ezeken a napokon ezzel a témával szóba jön, és megoldási javaslatokat is összegyűjtöttünk már tőlük, amiknek nagyon örülünk, és ezt szeretnénk a tanulmányunk majd beleépíteni, és eljuttatni olyan fórumra, ahol ezzel konkrétan tudnak akár esetleg foglalkozni, illetve akár mi is, vagy más civil szervezet is a helyi településen alakíthatunk ki olyan alternatív megoldásokat a szakemberek bevonásával, ami csökkent ezt a problémát az adott településen. Egyáltalán honnan jött nektek az ötlet, hogy ezzel foglalkozzatok? Hát ez úgy jött ez az ötlet, hogy a Jó Tündér Szolgálatunk keretében nagyon sok hátrányos helyzetű családot látogatunk meg, és egyszerre volt egy pár évvel ezelőtt egy ilyen alkalom, ahol elbeszélgettünk egy középkorú hölgyel, és felvetődött ez a probléma, hogy amikor ő 13-14 éves volt, és megjött a menstruációja, olyan tabu téma volt a családon belül, hogy nem tudta ezt a szülővel, az anyukájával megbeszélni, és tulajdonképpen neki a gyerekkor úgy telt el, hogy nem vásárolt senki neki betétet, vagy bármi más eszközt, hanem ronydarabokkal, elmesélés alapján rossz pólót szakított össze ollóval, és akkor azzal próbálta megoldani ezeket a problémákat, és ezeken a napokon iskolába sem ment, mert hogy ugye nem tudta ezt higiénés megfelelően ezt a problémát megoldani, és ez számunkra annyira szomorú volt, és megható, és megdöbbentő, hogy akkor megjegyeztem, hogyha lesz egy ilyen lehetőségünk, akkor ezzel a témával foglalkozunk. Egyrészt az, hogy ez egy tabu téma, másrészt az, hogy a hátrányos helyzetű nők nem tudják ezeket megvásárolni, ezeket a higiénés eszközöket, legalábbis nagyon nehezen, illetve érzékenyíteni a településen lévő védőnői szolgálatot, szociális szakembereket, gyermekről szolgálatot, iskolai igazgatót, tehát azok, akik érint vannak a kamaszlányokkal vagy a nőkkel, munkáltatókat, hogy ezzel a témával foglalkozni kell. Túl vagytok pár ilyen női klubon, mert is még a jövőben is lesz minden igaz. Mik a tapasztalatok? Mi zajlik egy ilyen fórumon? Hát én nagyon-nagyon meg vagyok hatva, és nagyon boldog vagyok. Én egy picit félve kezdtem el ezt a programunkat, pont ettől, hogy ez egy tabu téma, nem nagyon beszélnek róla a nők, ezért féltem attól, hogy a női klubok majd hosszas csendekbe torkollik, vagy nem fognak megnyílni a hátrányos helyzetű lányok, nők. Ezzel szemben én nagyon örülök annak, hogy egy igazi női klubot tudtunk létrehozni, ahol mind a probléma felvetésben is aktívak voltak a lányok, hölgyek, és a probléma megoldásban is. Tehát elmondták azt valóban, hogy mik azok a tényezők, ami miatt beszélhetünk arról, hogy mély szegénység, hisz a tematika úgy épül fel ennek a női klubnak, hogy egy névtelen játékkal kezdjük, egy cetlire le kell írni, hogy ő mit gondol arról, hogyha meghallja azt, hogy menstruáció szegénység,
és erről beszélgettünk, felírjuk egy papírra, és ezek az adott problémák jönnek szóba az ő leírásuk alapján, hogy nincsen pénz, tabu téma, szégyenérzet, kevés az információ, kevés a tájékoztatás, és ezek a problémaköré csoportosulnak, majd a védőnő a biológiai folyamatról tart nekik tájékoztatást, és utána pedig megbeszéljük azokat a megoldó javaslatokat, amelyekkel úgy gondolják ők is, és mi is tudunk ezzel azonosulni, amivel csökkentjük ezt a problémát. Ezek közül szerepelt a tájékoztató füzetek, a több tájékoztatás, a hamarabb védőnői segítségnyújtás, tehát ne 7.-8. osztályban, hanem már jóval hamarabb. Akár olyan megoldások is születtek, aminek nagyon örülünk, hogy akár egy női WC-be egy betétautomata kihelyezése, vagy ahogy a mi enni adunk ételdobozunk működik, egy egészségügyi doboz kihelyezése, ahol betétek vannak, akár ezt lehet a védőnői szolgálatnál felhelyezni, vagy a szociális központoknál. Tehát nagyon-nagyon olyan jó dolgok születtek, aminek mi nagyon-nagyon örülünk, hogy ennyire aktívak voltak, és ennyire jól is gondolják. Tudtatok már valakihez ezeknek a megvalósításhoz, hogy körbejártatok már ezt a témát, hogy hogyan lehetne mégis ezt a, amit hoztál fel példákat megvalósítani? Az a tervünk, hogy amikor a 16 település végzünk a női kluboknál, ugyanis most csak a harmadik női klubot valósítottuk meg, az összes tapasztalatot szeretnénk összegyűjteni, ebből egy tanulmányt írni, ugyanis egy kérdőívet is töltetünk ki a végén, abból is nagyon sok minden kirajzolódik már most, és ezt a tanulmányt szeretnénk eljuttatni olyan fórumok vagy döntéshozók felé, akik segíteni tudnak ebben a probléma megoldásában. De már hogyha csak helyben, akár a védőnővel vagy az önkormányzattal tudunk együttműködni, és tényleg kihelyeződnek ilyen egészségügyi dobozok, amiből ugyanúgy el lehet venni betételt, mint az enni adok ételdobozunk, ezt tudom hasonlítani, akkor már nagyon sok mindent elérünk, de szeretnénk minél feljebb juttatni ezt a tanulmányt, hogy akár az áfa csökkentéssel, vagy akár az egészségügyi szféra bevonásával, tehát meglátjuk, hogy hová tudunk eljutni, de minél szélesebb körbe szeretnénk ezt a témát eljutatni, hogy ezzel igenis foglalkozni kell, és ez egy valós probléma, amit csökkenteni kell, és megoldásra vár. Itt a járásban járjátok a településeket. Az eddigi tapasztalatok szerint a társadalomnak mekkora részét érinti ez a menstruációs szegénység, hogy ugye nincs anyagi, nincs pénzük igazából megvenni az egészségügyi betétett tamponokat. Hát én úgy gondolom, hogy ha százalékos arányban beszélünk, akkor a nőknek a 30%-a az, aki ezzel a problémával küzd. Előreláthatólag most úgy látjuk a kérdőíveknek a feldolgozásában, de még a végénre tudunk pontos adatokat mondani, de körülbelül azt látjuk az arányokat ebből a tulajdonképpen egy 70 kérdőív feldolgozása után. Úgyhogy ez egy jelentős szám, úgy gondolom, ami egy olyan probléma, amivel foglalkoznunk kell. Női klubokra milyen korosztály jár? Azért is kérdezem, mert gondolom, aki ilyen problémával küzd a gyerekként, mint amit fiatalként, amit te is hoztál itt a beszélgetésünk elején, annak gondolom, hogy már van egy kislánya, vagy nem tudom, beszélgete vele, hogyan próbálja felvilágosítani erről a témáról. Igen, érdekes módon, ugye két úgymond célcsoport van jelen a női klubokon, a 7.-8. korosztály, tehát a kamaszlányok, akik most szembesültek ezzel a problémával, és nagyon örülök neki, hogy ők is a megoldás részénél felvetették azt, hogy segíteni ezeknek a kortársaknak, vagy betétet kölcsön adni, vagy a védőnőtől segítséget kérni, illetve az a úgymond 50 éves korosztályig lévő hölgyek, akik már ezzel a problémával vagy küzdenek, illetve az mondjuk pozitív volt nagyon, hogy ez a középkorú hölgyek azért már nem úgy próbálják a saját gyerekeikkel ezt a témát felölelni, mint régebben, hogy ők nem tudták a szüleikkel ezt megbeszélni, mert tabu téma volt, és úgy, ahogy ők próbálták egyedül megoldani, ők már azért beszélnek többet róla, bár azért felvetődött, hogy nem csak maguknak, hanem így a gyereküknek a betét megvásárlása is gondot okoz minden hónapban. Hisz nem csak egy család, egy főt érint a családon belül ez a probléma, hanem valahol kettőt, hármat, akár négy
hölgyet is érint ez a probléma. Mi az az ár, amit a női klubokban résztvevők belülnek, hogy körülbelül mennyibe kellene ennek az egészségügyi dolgoknak kerülni ahhoz, hogy megfizethető legyen a alacsonyabb keresetűek számára is? Igen, pont erről is beszéltünk, hogyha bemegyünk egy bármilyen üzletbe, hogy mennyibe kerülnek ezek a betétek, és pont azt mondták, hogy körülbelül, hogyha felére csökkenne az ára, akkor lehet, hogy már azért egy könnyebbség lenne. Tehát, hogyha egy ilyen 200-300 forint lenne, akkor már talán meg tudnák vásárolni jobban, mint mondjuk a most jelenlévő árlistán szereplő termékeket, vagy amennyibe kerülnének. Úgyhogy ilyen felvetések, vagy ilyen megoldási javaslatok is voltak, hogy csökkenteni az árát, és akkor talán még jobban meg tudnák vásárolni. Ilyen gyártó cégekkel felvettétek már esetleg a kapcsolatot, vagy van támogatótok ebben? Igen. Maga a projekt, ugye az innovációs díj kapcsán volt lehetőségünk arra, hogy ezt az összeget valamilyen innovatív programra költsük, és hát ugye erre költöttük. Ebből a programból a betéteket tudtuk megvásárolni, de mi is szembesültünk azzal, hogy amikor bementünk megvásárolni a termékeket egy üzletbe, nem tudtunk annyi terméket megvásárolni, mert annyira drágák voltak, hogy ebből a pályázati pénzből nem tudtunk annyit megvásárolni, amennyit gondoltunk, ezért támogatókat kellett hozzászerezni, és a DM az, aki hozzájárult ahhoz, hogy annyi betétet tudjunk vásárolni, amennyit szerettünk volna, és maga pályázati programot pedig a Kárpátok Alapítvány és a Visegrádi Alap támogatásával valósul meg. Maga a program megszervezését pedig a kisbocsos önkéntesek végzik, tehát mi klasszikus önkéntes módon a védőnőkkel, a önkéntesekkel, és jó magam koordinálom a női klubot, és mi ugye ingyen és pénz nélkül próbálunk ennek a programban úgymond ezzel hozzájárulni és segíteni, de hát ugye mindig is így szoktuk, hogy mindent önkéntesen csinálunk és vállalunk. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan fontos társadalmi probléma, egy kérdés, amivel foglalkozni kell, és ha ma maga ez a tabu téma egy picit csökken, meg érzékenyítjük a körülöttünk lévő érintett szervezeteket, vagy együttműködő partnereket, akkor már sokat tettünk az ügy érdekében. Ha valaki szeretne hozzátok elmenni ebbe a női klubba, mikor lehet veletek, és hol lehet találkozni? Pont ma lesz Egerfarmoson a következő női klub, 4 órakor a művelődési házban, majd jövő hét hétfőn Sarudon lesz 1 órakor szintén a művelődési házban. A honlapunkon, illetve a Facebook közösség oldalunkon lehet látni, hogy mikor is hol leszünk, hogy várunk sok szeretettel mindenkit. Nem csak a menstruációs szegénységgel foglalkoztok, mint önkéntes civil szervezet, hanem egyéb számos programot is szerveztek, amit már igazából a térségben lévők megszokhattak. Idén lesznek ezek a mindenhol civil expo egészségnap? Nagyon-nagyon készülünk, és most remélem mindent meg tudunk valósítani, mert az elmúlt években a pandémia azért meghatározta az életünket, de most ezt nagyon szeretnénk bepótolni. Itt van hamarosan a gyereknap, és egyrészt szeretnénk újból az összes hátrányos helyzetű gyereket meglepni egy ajándékkal, annyi kéréssel, hogy egy rajzot kérünk cserébe. Úgy gondolom, hogy most nagyon körülöttünk lévő események nagyon fontos az a momentum, hogy a gyerekkort megélni, és hogy mennyire fontos a gyerekkor. Ezért szeretnénk, hogyha a kedvenc szabadidős programjukat, vagy a kedvenc játékukat lerajzolnák nekünk, vagy azt, amivel szeretnek foglalkozni, vagy azt a pillanatot és érzést, és egy rajz cserébe fognak kapni egy Lego ajándékot gyereknap folyamán is, úgyhogy ezt nagyon várjuk, ezt a programunkat. Itt szintén az együttműködő partnereink, a Szociális Alapszolgáltatási Központ és a Kisbocsos Önkéntesek azok, akik segítenek ebben megvalósítani. Itt azért a Füzesabonyi járás, illetve más településen is több mint 3000 gyereket fogunk elérni, illetve kibővítjük most az Észak-Magyarország régióban lévő gyermekvédelmi intézményekben élő gyerekek részére is a ajándékozás gyereknap kapcsán.
És hogyha már gyereknap, akkor a civil expót is szeretnénk a gyereknapon megvalósítani, csatlakozva a Füzesabony város által megrendezett gyereknaphoz, mivel úgy gondoljuk, hogy a mi megszólítandó úgymond célcsoportunk is a gyerekes családok, ezért úgy gondolom, hogy egy nagyon szép tartalmas napot tudunk közösen megszervezni a várossal, és a Civil Expo és a gyereknappal úgy gondolom, hogy nagyon sok mindenki ki fog tudni jönni, illetve a Civil Expo, a klasszikus Civil Expo mellett, vagy kiegészítve egy kicsit a gasztronómia felé szeretnénk a vonalat erősíteni, tehát nagyon sok olyan kiállító lesz, ahol finomságokkal készülnek, éttermek, maga a településekre jellemző ételek, ahol lehet kóstolgatni, úgyhogy egy nagyon szép, színes randevúra készülünk itt a járás, sőt a megye települései számára. Úgyhogy ez lesz a május, és majd készülünk szeptemberbe az egészségnapra, szeptember 24-én, ahol az egészségtudatosság, a különböző tanácsadások lesznek reflektorfénybe, és a meghívott vendégünk, aki már volt nálunk, de hát nagyon nagy sikert aratott, és nagyon szeretjük őt hallgatni, ő Pál Feri atya lesz. Úgyhogy ő lesz a vendégünk. Én úgy gondolom, hogy most a lelki egészség az nagyon-nagyon fontos téma, egy picit erre fogjuk majd helyezni a hangsúlyt, és ebben atya fog nekünk segíteni. Úgyhogy ezt is nagyon-nagyon-nagyon várjuk. És természetesen decemberben a Mikulás rendezvényünk, ami a legkedvesebb a szívünknek. Itt a fogattal, a mesefigurákkal fogunk készülni, és hát bízunk benne, hogy már rendezvényt is tudunk szervezni, ahol finom meleg kakaóval, finom meleg kaláccsal fogjuk várni a gyerekeket, és majd érkezik a Mikulás a rengeteg ajándékkal, úgyhogy egész évre be vagyunk táblázva, úgyhogy nagyon várjuk, és a természetesen emellett a mindennapi tevékenységünk is folytatódik, és minden nap csináljuk a dolgunkat, az enniadok ételdoboz, a babalátogatás, a babaköszöntő, illetve a jó tündérszolgálatunkkal, a diszpécser szolgálat. Most is nagyon sok helyre megyünk ki vinni élelmiszereket, ruhákat, illetve minden településen, ugye most már vannak menekült családok, és nekik is viszünk játékokat, tartós élelmiszert és ruházatot, tehát minden nap van valami programunk, amivel tudunk segíteni, akkor segítünk. Sok sikert kívánok a programokhoz és a segítségnyújtáshoz is, hogy célba érjenek. Köszönjük, hogy vendégünk voltál. Én is köszönöm a lehetőséget. Magam és kollégáim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket, önök a heti krónikát látták. Riportjainkat továbbra is megnézhetik a már jól megszokott webcímeken, a füzesabonytv.hu honlapunkon, valamint a Füzes híreken is. Friss hírekkel találkozunk egy hét múlva, addig is viszontlátásra.